Fiatal barátaim, kérem azt, hogy háláljátok meg azt a szülőknek, tanáljátoknak, hogy ilyen becsületesen gondoskodnak rólatok. Manapság gyereket nevelni, gyereket ruházni nem könnyű dolog. És gondoskodni a mindennapokról. Háláljátok meg azzal, hogy ami bennetek van, amihez tehetségetek van, abban a legjobbat fogtok vizsgázni, és megszerzitek a legjobb érdemügyet. Mindenki nem lehet mindenből ötös, ezt mi tudjuk. Aki ezt kér tőletek, az butaságot kér. De amiben bennetek van kurázsi, azt adjátok ki. És ha kérhetem, ne legyetek mindig rosszak, kicsit legyetek néha aranyosak, kedvesek, bájosak és megértők. Kérem a szülőktől is a megértés és a tantestülettől is, mert 2009 és 2010 idegesítő év lesz. Sok minden olyan dolog fog érni minket, ami nem tud változtatni, mert nincs hozzá hatalmunk. Tudják, hogy mikről beszélnek manapság a parlamentájékán, milyen pénzügyi problémák vannak, de most nem rontom el az ünnepet azzal, hogy részletezem, majd megbeszéljük. Egyet szeretnék garantálni Szarvasváros képviselő testületének, minden iskolája, minden gyermeke nagyon fontos. És mindenhez mindig időben megteremtjük a szükséges pénzt, mert szükséges az oktatáshoz is rengeteg pénz. Bizakodjatok benne, mi pedig bennetek bízunk. És akkor végezetül hadd mondjam el, hogy hát nem csak az iskolát terveztük, hanem a két óvodát is. Főigazgató azt mondja, hogy nagyon helyesen megemlítette, hogy két óvoda építése is megindult, de én elárulok egy másikat, hogy ha végeztek, akkor nagyon szép már a gimnázium. Most pedig főigazgató asszonnyal és a többi tantestület taggal egy nagyon szép szakképzőiskolát álmodtunk meg, úgy 920 millió forint összeg erejében, és mindent megteszünk, hogy ezt is megnyerjük, és ha végeztek, akkor választotok, hogy szakközépiskola, szakképzés vagy gimnázium. Mi pedig megvalósítjuk, ha mindenki úgy akarja. Még egyszer engedjétek meg, hogy ehhez a toleranciához, megértése, szeretethez, amely megkövetel tőlünk az új tanév, mindenki legyen partner. Végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm a szülők megértését, támogatását, köszönöm a tantestület türelmét és támogatását, tudnék így együtt, szülők, tantestület és csak is együtt. Mindent elérünk a gyerekek fejlődése érdekében, és béke, nyugalom lesz a mi iskolánkban és a mi kisvárosunkban. Kérem a Jóistent, legyen Isten áldása munkátokon, tanulásokon, tanulásatokon. Szép új tanévet kívánok. Köszönöm, hogy szólalt.